A vállalkozások akkor tudnak növekedni, ha van megrendelésük és van elég tőkéjük arra, hogy finanszírozni tudják a növekedést. Vagyis legyen pénzük eszközbeszerzésre, bővítésre, és legyen elegendő szakképzett munkaerő, amit ki is tudnak fizetni. Ha ez nincs meg, akkor bizony a termelékenységünk elmarad, bizony a szükséges gazdasági fejlődés nem lesz olyan, mint amilyen. És akkor még ugye figyelembe kell venni azt is, hogy a költségek növekedése, különös tekintettel a KKV szektort sújtó minimálbér növekedésre, az sújtja a vállalkozásokat. Tavaly és az idén a minimálbér összesen 24, a garantált bérminimum pedig 40%-kal emelkedett, ami nagyjából 22%-os teljes bérnövekedést jelent. Mindez reálértéken számolva még magasabb, hiszen az említett két évben az infláció minimális volt. Más is hozzáteszük azt is, hogy a termelékenység növekedés, amely fedezete lenne annak, hogy ki tudjuk fizetni a béreket, az is olyan 6-7%-os volt. Tehát nem volt indokolt ez az intenzív bérfejlesztés. Ennek a központi pénzügyi kormányzat is tudatában van, hiszen számos, éppen a kis és közepes vállalkozások számára elérhető, alacsony kamatozású hitelforrást nyitott meg, és olyan programok sokaságát indította el, amelyeknek éppen a KKV szektor feltőkésítése és fejlesztéseik ösztönzése a célja. Ez utóbbira azért is nagy szükség van, mert az eltelt években a jelentős bérköltség növekedés ellenére ugyan a megyénkbeli kisvállalkozásoknak csak mintegy 3%-a ment tönkre, de a még működők életben maradásukat jelentős költségvisszafogással és a fejlesztések elodázásával érték el.